első reakcióm nekem az volt, hogy hát ez nem is olyan szörnyű, ahogy a Bicskei tábort néztem. Engedem én ilyenkor magamon mindig az ördög ügyvédjét feltüremkedni, és engedem azokat az előítéletes, laikus hozzászólásokat az anyamig eljutni, amik azt mondják, hogy örülök, mit akartok, van számítógép, mert tehát, hogy biztos ez is működik. Aztán, amikor az ember meghallja az első történeteket arról, hogy ezek az emberek honnan menekülnek, milyen sorsokat hordoznak magukkal, akár örökre, akkor egy picit átértékeli a dolgot. De egy tény számomra, Bicske nem olyan szörnyű hely, ha nem haragszotok, akkor kezdjünk a bicskeiekkel. Reális, amit a film mutatott? Ez úgy, ennek alapján jó képet kapunk Bicskéről? Így megy ott az élet? Szerintem teljesen reális, és amit gondolom mások is észrevették, hogy minden esetre, vagy te is mondtad, hogy a végén átcsapott egy inkább negatív felhangba, gyakorlatilag mindenkinek ilyen az esete ott lenn. Tény és való, bár hozzáteszem, hogy én a debreceni és másik menekült táborokban még nem jártam, vagy zárt táborokban, de tény és való, hogy ott rosszabb a helyzet. Nálunk Bicskén sokkal jobb, sokkal konszolidáltabb, mint az ország más pontjain. Hogy mondjam, így felszereltségében, vagy így visszatérve az első feldobásra, rendben van, meg mit tudom én, de az a fajta nihil és kilátástalanság, amit szerintem a film elég jól visszaadott, azt mindenképp ki kell hangsúlyoznunk, hogy gyakorlatilag itt az emberek tényleg nem tudják, hogy mi lesz velük. Semmilyen biztosat nem tudnak, semmilyen fogódzójuk nincs a jogi útvesztőben, semmilyen a képzettségük, semmilyen tehát ugye nyelvismeretük, stb. Tehát gyakorlatilag teljesen ki vannak szolgáltatva. Szóval akkor milyen módon lehet segíteni ezt a nihilt kicsit szerte oszlatni? Hát először is szeretnék arra reagálni, hogy itt a filmben még az volt kiírva, hogy egy évig vannak a táborban és a befogadó állomáson. Ez egy decemberi törvénymódosítással 6 hónapra csökkent, és ahogy mondtad is, hogy ez végül is egy utolsó állomás, de ha másik oldalon nézzük, egy első állomás lenne az integráció folyamatában, de hogy az kérdés, hogy hogy lehet valóban jól integrálni, és hogy ezek a körülmények mennyire tudják ezt biztosítani, és hogy felmerül a kérdés, hogy 6 hónap elegendő-e ahhoz, hogy valaki megtanulja a magyar nyelvet, elegendő-e ahhoz, hogy Bicskéről ő Budapesten vagy más városban lakást találjon, munkát találjon, és hát én szerintem mondhatom azt, hogy általában nem. Nálunk is bekövetkezett egy jogszabályváltozás, tehát a kiskorúakat kivették a menekült jog alól, és most már a gyermekvédelem alá fognak tartozni. De ebből a szempontból is más lesz a helyzetük. Tehát egy klasszikus értelemben vett gyermek otthonban fognak élni, mint amilyenben a magyar gyerekek is élnek, klasszikus értelemben vett utógondozói otthonban. Tehát egy kicsit specifikusabb az a kör, ami van. Ti gyakorlatban hogy látjátok ezt a jogalkotást? Én úgy gondolom, hogy biztos egy társadalomnak van egy egészséges félelemérzete, a társadalomnak van egy teljesen értelmesen és érthető módon egy távolságtartása. Én azt gondolnám, hogy a bicskei rendszer is valahol a jó szándék által született, mert én például hozzáértés nélkül én is azt mondanám elsőre, ha valaki megkérdezne, hogy kell ezt csinálni, hát jöjjenek ide, nézzük meg őket orvosilag, meg bűnüldözésileg, meg nem tudom, én nyugodjanak meg, sebeiket gyógyítsuk be, és akkor ott valahova rakjuk le őket, hogy akkor ott úgy tanuljanak meg nyugodjanak meg akkor várják meg egymást. Tehát nem rossz indulatból mondanám én se ezt, de ezek szerint a hozzá nem értés vezeti a jogalkotót, vagy pedig annyira bonyolult kérdés ez, miközben úgy gondolom, hogy nem is olyan nagy számú kérdés ez, mint mondjuk akár a hajléktalanság kérdése. Tehát az oda nem figyelés, vagy a jó szándékú hozzá nem értés, mi az, ami a jogalkotóra jellemző? Azt annyit szerintem már csak hozzáfizetni kérdeztet, hogy van-e, megkérdezik-e szakembereket törvényalkotások előtt, vagy mielőtt ez így élesbe menne, hogy azért azt kell mondani, hogy igen, megkérdezik, mert hogy például a mostani törvény módosítás előtt a Menedékegyesület és a Helsinkinek a véleményére sikerült annyit elérni, hogy a kiskorúak egy másik elbírálás alá essenek. Nagyon sok más törvénymódosítási javaslatuk volt, amit nem sikerült átvinni, de ezt az egyet azért sikerült elérni.
picit még az integrációra visszamehet, inkább szerintem azzal foglalkozunk, ami szintén a keddi beszélgetésünk egyik eredménye volt, ahol is egyébként pozitívunként azt hangzott el minden szakember részéről, hogy ha meg kéne mondani, hogy mi az a dolog, ami ebben a történetben kell szerint, hogy jobb legyen, senki sem a pénzt említette. Ez viszont nagyon jó hír, mert mindenki azt mondta, hogy itt tulajdonképpen gondolkodással, önkéntes munkával lehetne jobb világot ezeknek az embereknek, egy kis odafigyelésre. Tehát ez megint az integráció. Egy picit beszélhetünk arról, hogy szemben a bicskei nihillel mi volna mondjuk az álomszerű dolog, onnan nézzük a folyamatot, mondjuk, hogy egy ember megérkezett és nem toloncolták ki. Azon is, vagy már nem jól mondom, mert nem onnan kell nézni. Akkor nézzük az indulási helyszínt. Lehet abban nézni, csak nagyon nehéz, mert én például személyesen tehát nem ellátok odáig, de hogy nincsenek személyes tapasztalataim. De amit ki tudnék emelni, hogy mondjuk az nagyon jó lenne, hogyha ahova érkeznek a rendészeti fogdákon, nem katona, vagy mi ez, fegyveres katonák őriznék őket, mert hogy egyrészt nem jó, mert börtönkörülmények vannak ilyen tekintetben, másrészt abból a szempontból sem jó, hogy ezek az emberek sokszor olyan körülmények közül jönnek el, ahol szintén fegyveres emberek elől menekülnek, és most ezt elősegítve itt még ráerősítünk, hogy itt is biztonságban lehetnek, mert hogy fegyveres őrök vigyáznak rájuk a nap 24 órájában. De ez, ha jól emlékszem, korábban nem így volt, ez egy új dolog, ez az idegenrendészeti fogda. Maga a fogda az nem kimondottan új dolog, de ez a rendszer, ami most így működik, ez egy új dolog, igen. Jó, ez például nyilvánvalóan egy értelmetlenség. A fogdában maradás, fogtartásnak az időtartama változott. Ez valóban korábban ez jó esetben, vagy ideális esetben ez tényleg csak néhány nap volt, bár önmagában az is traumatizáló, tehát egy olyan személynek, akit mondjuk korábban mondjuk ad abszurdum egyenruhások megerőszakoltak, hogy itt egyenruhások ugyancsak elzárják. De hát én egy kicsit tovább mennék, tehát gyakorlatilag Európában számtalan olyan modellt találunk, ahol nincsenek effektíve ilyen szöges dróttal körbevett táborok. Képességek, a traumatizáltság, a sokkoltság állapota, azért az nem okoz, nem indokolja néha mégis ezt a kis burokba tartást. Van, akit védhet, esetleg Bicske inkább. De lehet, hogy a Bicske szakértők jobb, hogyha erre válaszolnak. Ez nem azt jelenti, hogy bevetni őket a nagyváros forgatagába. Tehát nem arról van szó, hogy teljesen levetni róluk a kezünket. Hanem egyszerűen arról, hogy nem tartjuk őket egy ilyen mesterséges izolációban, amit Bicske jelent. És ezért túl sokat beszélni. Úgy látszik, hogy ez a hely szelleme, ez minket is áthatott, ugyanis most mi is dönteni szeretnénk, hogy Bicske jobb, vagy a városba való integrálása jobb. Ahelyett, hogy hagynánk ezeket az embereket, hogy mindenki döntsön a saját sorsa felől. Tehát van Bicske, hogyha valaki valami miatt ott érzi jól magát, mert esetleg traumát élt meg, és ott érzi magát biztonságban, vagy úgy érzi, hogy a nagyobb közösségbe jobban beilleszkedik, rám tegye. De ugyanakkor azok, akik úgy érzik, hogy neki fontos az, hogy a mecset közelében vannak, és nem Bicskéről kell bemunkizni Ramadán idején minden nap, vakajnalban egy késő este vissza, vagy más okok miatt, vagy pedig van itt már egy olyan közösség, amely elkezdett élni, ez pedig hat integrálódjon. Hát a mi kultúránkban szeretik a problémákat körülzárni és a város mellé helyezni, de addig is, amíg eljön az az idő, hogy akár egy szociális lakásban megkezdhessen egy család egy életet, ahova gondolom a szociális munkások azért ugyanúgy rendszeresen járnának, de akkor ez egy integrál dolog lenne. Addig is az integráció területén mit lehet tenni, esetleg egy kicsit a mentor programról? És annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy szerintem egyébként Bicske úgy, ahogy van, tehát hogy én számomra nem egy elítélendő dolog, vagy nem feltétlenül rossz. Inkább a már meglévő körülményeken kellene olyan szempontból változtatni, hogy mondjuk ne heti vagy napi egy órás magyar tanításuk legyen, hanem mondjuk legyen ez 5 órás, hogy valóban intenzívnek hívhassuk, mert most ezt a napi egy órát hívjuk intenzív magyar tanulásnak. Ami nem tudom, tehát hogy meg lehet vitatkozni. Meg az, hogy több kapcsolatuk legyen a közösséggel, hogy tudjanak kapcsolatokat építeni, ismerkedni, nyelvet gyakorolni, hogy jobban eljusson hozzájuk információ. Az, amit mi próbálunk a mi programunkkal, ez egy kísérleti projekt, ezt azért el kell mondani,
de szintén ezekre a területekre próbálunk reagálni, hogy kapcsolatokat tudjanak építeni minél több emberrel, magyar emberrel, illetve szintén máshonnan érkező menekülttel meg tudjanak ismerkedni, információkat cserélhessenek, magyar nyelvet gyakorolhassanak, és amit említettél, mentorprogram az önkéntes segítők által működtetett program, olyan magyar emberek, akik azt mondják, hogy nekük van heti 3-4 órájuk arra, hogy ezeknek az embereknek segítsenek ügyintézésbe és a mindennapi életben való eligazodásban.